Sziasztok! Mozgás témában hoztam egy apró történetet nektek. Egy idős házas pár, szerintem ilyen 80 plusz, de lehet, hogy 90 évesek voltak, ők sétáltak előttünk az erdőben. A bácsi már így bottal járt, a néni belekarolta a körülbelül ilyen 50 év körüli fiába, és így hármasban sétáltak ilyen kis kiegyensúlyozott tempóban az erdőben. És az jutott eszembe erről, hogy én nekem volt olyan időszak az életemben, mondjuk egy évvel ezelőtt, mielőtt elkezdtem volna napi szinten mozogni, hogy simán elteltek úgy hetek, de még hosszú hónapok is, hogy mindig megmagyaráztam magamnak, hogy miért nincs időm mozgásra, hogy most éppen sok a dolgom, most éppen majd holnaptól, meg egyébként is minden mást kitaláltam, meg már különben is késő van, meg jaj, el vagyok én mozgás nélkül, meg majd jövő héten nekiállok, és tényleg így hosszú hetek, hónapok teltek el úgy, hogy nem mozogtam. És most, hogy körülbelül egy éve tényleg minden áldott nap csinálom, most jutottam el odáig, hogy annyira ilyen, tényleg ilyen fitnek érzem magam a túlsúlyommal együtt, hogy összehasonlíthatatlan a fizikai állapotom azokkal, akik szintén ilyen velem egyidős, ilyen 45-50 év körüli nők, férfiak, akik nem mozognak semmit. Szörnyű ezt látni egyébként, hogy például a baráti társaságunkban is vannak olyanok, akik szinte semmit nem mozognak. Tehát nem hogy hónapok, hetek, hanem évek telnek el úgy, hogy semmit. Tehát ülő munkát végez, kocsival jár mindenhova, soha nem gyalogol, sétál, kocog, biciklizik, focizik, nem csinál semmit. És ezeken az embereken látom azt, hogy most ilyen 50 éves korok körül kezdenek el így teljesen lepukkanni. Hogy itt fáj, ott fáj, az első hirtelen mozdulatnál becsípődik, beakad, így fizikailag így kezdenek el így elrozsdásodni, így elkezd a szervezetük tönkre menni. Úgyhogy én értem azt, hogy 30 évesen, meg 20 évesen ez nem probléma, sőt még lehet, hogy 50 évesen se, de hogy ha 70 éves korunkban még, vagy 80-90 éves korunkban az erdőben szeretnénk jókat túrázni, akkor már most el kell kezdeni mozogni, mert ez katasztrófa, hogyha 50 éves korunkban már mindenünk fáj. Szerintem egyébként 50 évesen még fiatal az ember, tehát nem érzem én sem magam öregnek, annak ellenére, hogy már tényleg kamasz lányaim vannak, meg már van, aki viszontlátással, meg kezicsókolommal köszön, de a napi mozgás az iszonyatosan fiatalítja a testet, lelket, higgyétek el. Álljatok neki, mozogjatok. Sziasztok!